Tisztelt Ház, tisztelt Államtitkár úr! Az iskola kezdés kapcsán arról volt hangos szinte minden médium, hogy elkeseredett igazgatók, akár a Vaterán is keresnek pedagógusokat, hogy a matematika, fizika, kémia, informatika, testnevelés tanárokat lasszóval kell fogdosni, és ha sikerül, főleg a kistelepülési iskolákban, akkor bizony mindenki szerencsésnek érezheti magát. Most frissen kijött statisztika alapján 3-4%-os a pedagógus hiány, de valójában a tartós pedagógus hiányt ennél nagyobbra is becsülik. Úgy gondolom, hogy ennek egyértelmű az oka pedig az, hogy kudarcot vallott az önök oktatás politikája, kudarcot vallott az úgynevezett pedagógus életpálya modell. A pedagógusok megbecsülése ugyanis csak propaganda szintjén működik. A béremelés szintje arra volt elég, hogy az OECD országok közül az utolsó helyre, az utolsó előttire küzdjük fel magunkat. Eközben a pedagógusok munkaterhe tovább nő, a minősítési rendszer bevezetése és az óraszámok megemelése pedig szintén növelte csak a problémát. Gyakorlatilag a minősítési rendszer maga a statisztikai adatokkal és a bürokrácia való küzdelem csimboradzójává vált, amely minden tanárnak rémálma, hiszen nagyon bürokratizált és logikátlan. Pedig önök is tudhatnák, hogy tanárnak lenni nem csupán egy munka sok közül, sokkal több annál egy hivatás, amit az ember egy életre választ, hiszen az a munka, az a hivatás, amely jövő generációk nevelése, oktatása, az nyilvánvalóan egy egész embert kiváló, hihetetlen nagy alázattal végzett munka. Ma azonban a valóság az, hogy az alacsony bérért dolgozó pedagógusok rövid pórázón vannak tartva, sajnos sok esetben megbecsülés nélkül, magas óraszámmal és megfelelően végzik a munkájukat. A csődöt mondott életpálya modell nem hat ösztönzően a pedagógusokra, alacsonyak a munkabérek és a munkakörülmények is rosszak, elég csak arra gondolni, hogy maga a tanári helyiségek is szűkösek, a klimatizálás a legtöbb oktatási intézményben gyakorlatilag nincs. Ijesztő kép, hogy a pedagógusok átlag életkora rohamosan emelkedik, 37%-uk 50 év feletti, még a kényszernyugdíjazás hatására is, 6%-uk 30 év alatti. Kérdezem ezért államtitkár urat, mit terveznek a pedagógus hiány megszüntetése érdekében? Tervezik-e, hogy végre valódi életpályát adnak a pedagógusoknak? Tervezik-e az adminisztrációs terhek csökkentését, a munkakörülmények javítását? Várom válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr! Az elhangzott interpellációs kérdésre a választ Rétvári Bence államtitkár úrtól fogjuk hallani. Parancsoljon, államtitkár úr! Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház! Tisztelt képviselő, ön azt veti a kormánynak a szemére, hogy nincs elég pedagógus, és azt elfelejti megemlíteni, hogy önök a saját kormányzásuk ideje alatt 15 ezer pedagógust elbocsájtottak a pedagógus pályáról. És elküldték őket biztosítási ügynöknek, meg ingatlan ügynöknek, meg ki tudja mennyi minden másnak. Azt a 15 ezer pedagógust, amit ön most hiányol az iskolákból. Hogy vonzóbbá tegyék, idézőjelben vonzóbbá tegyék a pedagógus pályát, ezért biztos, ami biztos, még egy havi bért is elvettek a pedagógusoktól, hogy akinek még lett volna hivatástudata ott maradni, és önök nem bocsájtották el, nem került abba a 15 ezerbe, akit elbocsájtottak, még azoknak is kisebb legyen a bére, hát ha a kisebb bér miatt gondolkoznak valamilyen pályamódosításon, elmennek MSZP-s országgyűlési képviselőnek, vagy elmennek bármi másnak. És ezek után, tisztelt képviselő, miután önök csökkentették, százas nagyságrendben csökkentették azoknak a telephelyeknek a számát, vagy azoknak a helyeknek a számát, ahol oktatás folyik. Miután önök elvettek egy havi bért, és elbocsájtottak ennek nyomán 15 ezer pedagógust, ön zengedezik itt ódákat arról, hogy mennyire problémás az, hogy van elég tanár, vagy nincs elég tanár. Tisztelt képviselő, ennek a problémának a megoldása is azt hiszem, hogy csak akkor lehetséges, hogyha központi a fenntartása az iskoláknak egy állami szervezetrendszeren belül, hiszen hogy szakos tanárban mekkora hiány van,
az valójában csak az állami fenntartásnak a bevezetésével jött létre. Ez a szám, ez az igény, hogy pontosan mennyi szakos tanára van szükség. Ezért volt fontos, hogy ezt a problémát is felszínre tártuk. Azt mondhatjuk, hogy regionálisan az ország egyes részében 1-2%-os az a pedagógus hiány, amivel számolhatunk, amely helyeket be kell tölteni Magyarországon. Hogy vonzóbb legyen a pedagógus pálya, ahhoz nyilvánvalóan elkerülhetetlen a pedagógus bér, nem a bér csökkentés, amit önök tettek meg, hanem a bér emelés, 50%-os béremelés, amelynek minden évben a fedezetét a költségvetésben elfogadta az országülés, és minden évben önök ellene szavaztak a pedagógusok béremelésének. Ha önök kormányoztak volna 2013-ban 32 milliárd forinttal jártak volna rosszabbul a pedagógusok, 2014-ben 120 milliárddal jártak volna rosszabbul a pedagógusok, 2015-ben 38 milliárddal, 16-ban 34 milliárddal, idén 45 milliárd forinttal, jövőre pedig 41 milliárd forinttal járnának rosszabbul a pedagógusok. Mindemellett pedig az is fontos, hogy akik plusz többlet teljesítményt nyújtottak, akik a diákoknak a képzésére még több időt, energiát fektetnek, és magukat is valamelyest továbbképezték, vagy jobban átgondolták, hogy tudatosan mi az, amit a fiatalok számára tanítaniuk kell, és különböző procedúrákon átmentek, minősítették magukat, ők pedagógus 2 fokozatba kerültek, 30-35 ezer forinttal többet keresve, 50 ezer pedagógus tud így már magasabb minőségben, nagyobb teljesítménnyel dolgozni azon, hogy a következő generáció minél hasznosabb tud kapjon meg. A tanárszakos hallgatóknak a létszáma is végre el tudott indulni ennek következtében 2012 után a növekedés útján, hiszen míg akkor 6470 pedagógust vettek fel a pedagógus képzésbe, most már 10167-et, és a jelentkezőknek a száma is bővült, hiszen a korábbi 10.000-ről 13.000 fölé nőtt ez a szám, tehát jóval több jelöltből lehet válogatni, és 6500 helyett több mint 10.000 diákot tudunk fölvenni, hogy ők legyenek a jövőnek a pedagógusai. És az is fontos, hogy Krebersberg ösztöndíjjal pontosan a hiány szakmákat vagy hiány területeket igyekszünk ösztönözni. 1517 hallgatónak van érvényes szerződése, 1,6 milliárd forintot fordítunk erre, önök 0 forintot fordítottak erre. Ebből igyekszünk földrajz, informatika, kémia, fizika vagy matematika területén segíteni azt, hogy minél többen válasszák ezeket a szakokat, minél többen végezzék ezt el, mert erre lesz a legnagyobb szükség a jövő iskoláiban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja-e az államtitkári választ. Parancsoljon. Tisztelt háztisztelt államtitkár úr, azt kell, hogy mondjam, hogy azok a pedagógusok, akik most lépnek, most kezdik el a pályájukat, 15 évesek voltak az akkor, amikor önök elkezdtek kormányozni. Tehát amikor az elmúlt 8 év labdáját mindig mondja, azért jó tudomásul venni, hogy ez már a leendő pályakezdő kollégáinknak sem érvényes mondani való. Ha pedig arról van szó, hogy ez a 15 ezer pedagógus hiányzik az állások közül, akiket önszerint mi elbocsátatunk, akkor egy 8 éve húzódó problémáról van szó, hogy önök nem tudtak megoldani. A válasza azt kell mondjam, siralmas volt. De ha nézzük, ha volt szíves az én saját pedagógus hivatásommal viccelődni, engedje meg, hogy azt tudjam mondani, hogy abban az iskolában, ahol elindultam, abból a mai napig sincsen klíma, sem a termekben, sem a tanári szobákban. Az én saját iskolai asztalom nem nagyobb, mint ez a parlamenti asztal, csak kicsit több tankönyv és kicsit több napló áll rajta időnként. Ha ezt normális munkakörülménynek lehet nevezni, akkor nagyon eltérő fogalmaink vannak. Nem tudom elfogadni a válaszát.